Köszöntöm Rábaközi televízió nézőit! Mai műsorunkat Radó Tamás plébános adventi gondolataival kezdjük. Új egyházi időszak kezdődik az egyház évben, az adventi időszak. Vasárnap is mondtuk, a templomban az új liturgus év is kezdődik, mint minden advent egy új liturgus év kezdődik. Ebben az esztendőben a B év volt, ami azt jelenti liturgiában, hogy Szent Márknak az evangéliumát olvastuk. Következő esztendőben pedig Szent Lukásnak az evangéliumát olvasjuk majd folyamatosan a vasárnapi szentmiséken. Egyben ez a megnevezés, hogy C év, amivel kezdődik majd az advent első vasárnapja. Az egyház évnek egy különleges időszak ez az adventi időszak, amikor nem csak a vallásos emberek mozdulnak meg, amik nem eléggé közel állnak az Istenhez, vagy éppen a vallás élethez is, a külső mindenkit arra indít, hogy valamit tegyen, és látjuk ez a sok-sok lehetőséget, amit kínálnak, mind a városban, mind a médiákon keresztül, hogy hogyan tudunk másokon segíteni. A segítésnek a legnagyobb módját és a legnagyobbat az Isten mutatta meg nekünk, amikor az legnagyobb ajándékot küldte hozzánk, az ő fiát, Jézus Krisztust, és éppen ő akar figyelmeztetni bennünket arra, hogy az Istennek a szeretetét nem őrizhetjük csak magunkban egyénileg, hanem másoknak is ezt tovább kell adni. Ez nagyon jól mutatkozik meg, hiszen a városban több minden olyan történik most majd az advent folyamán, ami eddig még nem volt, és ezek az, mik lesznek, ez mind figyelemfelkeltők, pedig arra, hogy a külső mellett, a készület mellett, a mások való odafigyelés mellett, mind a magunk, mind pedig mások lelkével is törődjünk, vagy illetve a saját lelkünkbe egyre jobban megértsük, mit jelent az advent és mit jelent a karácsony. Nagyon jó azt látni ebben a városban, hogy nagyon jó együttműködés van, mind az egyház, mind pedig a város vezetősége, a képviselőtestület és a hívek, és az egész város, aki idegenként belép ide, és az ebben az esztendőben sok ilyen ember volt ebben a városban, mindig azt mondták nekem, hogy olyan mások itt az emberek. Ez a közös együttműködésnek az eredménye az, hogy adventban próbáljuk közösen mindnyájunkat az Isten felé vezetni, a tartalom felé, Jézus Krisztus felé, és ezért köszönjük meg a város vezetőségének, képviselő testületnek, hogy ebben az esztendőben első alkalommal a házhelyi templom környékén is, és a gardai templom környékén is ott lesz a Betlehem, mint a nagy templom mellett is. És ez nem csak azért van két éve, mert éppen oda, ugye erre jutott lehetőség, hogy mindjárt figyelmeztessen arra, hogy ez itt van az advent, ez itt tett velünk jót az Isten, mert eljött Jézus Krisztus, és ezt a szeretetet sugározunk mi is tovább mások felé, amikor jót tudunk tenni. Ez az egyik, ami mássá teszi ezt az idei adventünket, figyelem felkeltés, mi pedig azért, hogy arra irányuljon a figyelmünk, ami a maradandó értéket ad, vagyis Jézus Krisztus felé. Másik pedig nagyon jól tudjuk azt, hogy december 8-ával rendkívüli szent évet hirdetett meg Ferenc pápán, az irgalmasságnak a szent évét, és ez Kapuvárra azért különleges, mert a püspök atya Kapuvár városát nevezte ki búcsújáró helynek, ami azt jelenti, hogy most december 8-ától a következő év november 20-áig, tehát Krisztus Király vasárnapjáig, aki a egyház megyéből, a városból, vagy a város, vagy az országból, vagy bárhonnan érkezik a kapvári templomba, teljes búcsúban részesülhet, amit a lelki üdvére tud felajánlani. Ennek külső jele is vannak, mint a mostani híradásban már láttuk és olvashattuk, hogy Rómában, mind a Lateránus bazilikában, mind a Szent Péter bazilikában már bontják a Szent Évi kaput, ami annyit jelent, egy különleges kap, ami csak Szent Évre nyitanak meg, ami figyelmezteti az embereket az irgalmasságba való belépésre, Isten irgalmának a felhasználására és élésére. Nekünk ez azt jelenti Kapuváron, hogy december 13-án, ez egy vasárnapi nap, erre tűzte ki a püspök úr a szent évnek a megnyitását itt Kapuváron, és erre mi is készítünk egy szent évi kaput. És ebben lesz különleges ez az idei esztendő, tehát nem csak az adventi időszak, tehát itt kezdődik, hogy a nagykapunál most karácsonyi időszakban sem lesz ez a zöld gérland és megvilágítás, ami máskor vagy több templomon szokott lenni, hanem külön szentévi kaput készítünk, és itt köszönöm meg a segítőknek, akik ebben nagy mértékben részt vettek, és ezt elkészítik Szabó Istvánnak, Füzi Józsefnek, Füzi Sándornak, ők hárman nagyon aktívan vesznek ebben részt, és ami érdekes lesz, hogy előző vasárnaponként csak az oldalajtókon lehet bemenni majd, és ez a szép díszes kapu már elkészül, de zárva lesz, mint a Szent Évi kapu, és akkor 13-án az esti szentmisén lesz megnyitva,
és akkor pedig egy héten keresztül csak ezen a kapun tudunk bemenni majd a templomba, hogy így is külsőleg is figyelmeztessen bennünket, hogy nem akármilyen esztendő kezdődik itt Adventban, Kapuváron sem, hanem az a rendkívüli szent év, a Szent Atya meghirdetett. A kapu pedig nagyon érdekes lesz, nagyon szép lesz, amit nagyon örülök annak, hogy a képviselőtestület, annak a határozata szerint, amikor ezt előhoztam a püspök úr, erre megkért bennünket, akkor volt egy ilyen ötlet, hogy az irgalmasság cselekedeté legyenek feltéve erre a kapura, és nagyon jól tudjuk, hogy az irgalmasságnak 7 lelki és 7 testi cselekedete van. Ennek a szövege lesz kiírva egyik és a másik oldalra, illetve a szimbólumok is rá lesznek téve, amit szimbolizálnak, hogy aki valamikor arra eljár majd a kapu mellett az év folyamán, vagy éppen a busz megállóba áll, akkor elgondolkodjon rajta, és próbálja ezt megtenni és megvalósítani. A tetején pedig egy nagyon szép szimbólum lesz, a Szent Évnek a szimbóluma, így is a jó pásztor, és rá lesz írva, hogy irgalmasok mind az atya, tehát mindjárt figyelmeztet erre, és a középen pedig lesz írva, hogy irgalmasság szent éve. Tehát ebben lesz különleges most ez az adventi kezdet, ami tovább fog haladni az egész év folyamán, különféle rendezvényekkel a templomban. A készületünk pedig adventban is maradt továbbra is, ami eddig is volt, és ami nagyon fontos számunkra, a hajnali szentmise, a roráték, amik reggel 6 órakor kezdődnek, és az első lesz most hétfőn, november 30-án. Nagyon szépek a gyertyagyújtások, ezt csak azért mondom el, mert nagy öröm számomra az, hogy minden szombatot valamelyik csoport vállalta a gyertyagyújtást a nagy templomban, ami éppen szentmise közben lesz, így is kifejeződik a misének a lényege. Az elsőt teszi majd a katolikus iskola, a másodikat a Pásztra és a Széchenyi iskola közösen, a harmadikat a Hajnali kórus, a negyediket pedig az Arckamerata kórus, tehát nagyon szép gyertyagyújtások elé nézünk, ami éppen a szívünket, a lelkünket továbbra is fel akarja emelni. A roráti misék pedig az éberséget akarják kifejezni, az éber várakozást a megváltónak a jövetelére. Köszönöm. Műsorunkban Hámnyi polgármester a kapuvári fejlesztésekről beszél. A városvezetője a Széchenyi iskola felújításának befejezéséről, a városközpontban zajló munkálatokról és az adventi időszak fontosabb eseményeire hívja fel a figyelmet. Polgármester úr, lassan véget ér a november, és időközben azért egy-két beruházás zajlik itt a városban. Hát beszéljünk a Széchenyiről. Én úgy tudom, az a beruházás befejeződött. Milyen beruházás volt, illetve hát mi lett a végeredmény? Igen, és hát mondhatjuk ugye, hogy nem csak a november, hanem lassan az év is véget ér. Én megítélésem szerint Kapuvár megint egy sikeres évet tudhat maga mögött. Habár ugye azok a pályázatok, amelyek a 2014-2020-as időszakot kell, hogy jellemezzék, még nem indultak el, húzódnak, azért pályázati forrásokban így is volt részünk, hiszen Lázár János miniszter úr ugye az évelején nagyon komolyan hangoztatta a sajtóba, hogy Magyarország a 2007-13-as időszak pályázati pénzeiből még a végén is minél többet szeretne felhasználni, hogy minél kevesebbet kelljen ugye az Európai Uniónak a támogatásokból visszaküldeni, és azért még nagyon-nagyon sok pályázat jelent meg, pályázati forrás ezekből a maradék pénzekből. Így jutottunk forráshoz a Széchenyi iskola felújítására is. Én azt gondolom, hogy jó helyre ment a pályázat mindenképpen. Egy dolgot szeretnék tisztázni, hiszen azért nagyon olyan sok hangot hallottunk a városban, hogy miért kell egy olyan intézményt felújítani, amely most már állami működtetésben van. Na, ezt szeretném gyorsan tisztázni, hogy igaz, hogy az általános iskolai oktatás az állami feladat most már, tehát kikerült az önkormányzatokhoz, és ugye a klik irányítása alá került, de ez a 10 000 főnél nagyobb városoknál, illetve Kapuvár esetében csak magára, szakmai munkára igaz. Tehát az oktatás, a pedagógusok valóban az államhoz tartoznak, de maga az infrastruktúra fenntartása az továbbra is az önkormányzat feladata. Tehát azért elemi érdekünk minden olyan beruházás, amely megtakarítást jelent megcsinálni, hiszen ez a városnak a megtakarítása. Ahogy mondtam, KEOP forrásokból sikerült mindegy 130 millió forintnyi forrást hoznunk a Széchenyi iskola felújítására.
Meg lehetne kérdezni, hogy miért éppen a Széchenyi iskola felújítása, hát hiszen azért felújításra szorul a gimnázium, felújításra szorulna a Pácai iskola. Egyszerűen azért, mert itt voltak annyira kész és előrehaladott állapotban lévő terveink, hogy a kiírási szűk határidőt ennél az intézménynél tudtuk tartani. A pályázat megvalósítása során szigetelést kapott a tető, komplett tetőszigetelés lett elvégezve az iskolánál. Ez rendkívül fontos volt, hiszen az elmúlt évek nagy esőzései, különösen a tornatermi résznél nagyon jelentősen mutatkoztak. Voltak olyan időszakok, amikor majdnem, hogy teljes egészében használhatatlanná tette a tornatermi részt, olyan bázások voltak, veszélyeztette a villamos berendezéseket. Tehát amúgy is a 24, sőt, azt, hadd mondjam azt, hogy a 25. órában jártunk ennek az intézménynek a felújításánál. Komplett szigetelést kapott a külső vakolat is, egy teljes hőszigetelt szigetelést. Komplett nyílászáró csere valósult meg az intézménynél, így egy kicsit ilyen külcsimébe megújult az épület. Azt hadd mondjam hozzá, hogy, és ez nem tudatos, egy teljesen véletlen dolog, hogy ez pont egybeesik a intézmény indulásának a 35. évfordulójával, illetve a Széchenyi névfölvételnek a 25. évfordulójával. Így egy picit, egy kicsit méltóbb lett az ünnep az iskola számára, megújult küllemmel fogadhatja majd a vendégeket, illetve, ha jól tudom, igazgató úr decemberben szeretne egy ilyen évfordulós rendezvényt csinálni. Ezen kívül, hadd mondjam még, hogy 100%-ban finanszírozott a projekt, de a város még tett oda pénzt, hiszen azt az elvet szeretnénk folytatni, hogy aminek egyszer nekiállunk, azt tegyük már rendbe úgy, hogy végérvényesen is ne kelljen visszamenni egy pár éven belül. A projekt nem tartalmazta a kijáratoknál lévő műanyag védőtetők megújítását, ezt is meg fogjuk csinálni. Hát ez is egy majdnem egy 2 milliós nagyságrendű összeg. Aztán a konyhánál a nyilászáró cserékkel együtt szúnyogháló cserék történtek, ugye ez előírás a konyhai résznél. Amit feltétlenül folytatnunk kell, hiszen hogyha már egyszer megújult ez a szép épület, akkor ott van mögötte ugye a kazánházunk, ami effektíven nem tartozik az oktatási feladatok közé, így nem kerülhetett be a projektbe, de viszont nagyon rontja az épületnek a most már a képét. Így mindenképpen a következő évben sort fogunk eríteni ennek is a megújítására. Nem nagy volumenű már a kazánház az épülethez képest, úgyhogy én azt gondolom, ezt feltétlenül meg kell csinálnunk. Feltétlenül szeretnénk a következő évben, ha már hozzányúlunk ahhoz a területhez, akkor a kazánház előtti területnek a vízelvezetését, amely ugye jelen pillanatban ugye az iskolában, különösen a tornatermi részben menők parkolását szolgálja, illetve a szemben lévő ház lakóinak a parkolását szolgálja, és azért nagyobb esőkor ott rettetes vízmennyiség áll, tehát ezt mindenképpen szeretnénk megoldani. Tehát vannak még a környezetben olyan apró dolgok, amit mindenképpen önerőből szeretnénk megoldani. Tehát ez egy kb. 130 millió forintos beruházás, ami ugye hát ráfért az intézményre. Igen. Ez folytatása lesz akkor, tehát, és körülbelül mikor zárul le az egész terveik szerint? Hát ugye mi a következő évet céloztuk meg ezeknek, amit elmondtam, habár ott ugye a konyharész felújítását és szerintem fogjuk tovább vinni még, hiszen azért a konyha most már eléggé elhasználódott ahhoz, és ugye ha azt veszem, hogy most már az egy intézményi konyha látja el a város összes intézményét, tehát egy központi konyhává alakítottuk. Ugye ott mindenképpen a szellőztető berendezés cseréjét, illetve kiépítését kellene megoldani, és ott még nagyon-nagyon sok minden lesz, úgyhogy a következő években is lesz még ott munka a Széchenyi tájékán, de ez még inkább most már majd a konyhára fog koncentrálódni. Ha már a pályázatoknál tartunk, akkor hadd mondjam még, hogy ugye az év elején fejeződtek be az óvodaépületek, 2 óvodaépületnek a felújítása. A gartai óvodaépületünknél befejeződött a előtte lévő járda felújítás, én azt gondolom, hogy és a kerítés felújítás mindenképpen. Festési munkálatok most az ősszel fejeződtek be, ugye a kerítés lefestése, a kerítés felújítás az egy picikét előbb. Itt is azért több milliós saját erős beruházás
történt, de én azt gondolom, hogy Gartának az egy szép kis épülete lett, szép ékessége lett, így a gartai óvoda, és ugye a lakótelepi óvoda. Ott szerettük volna még a Fürdő utcai járdaszakaszt, mert ugye a Fürdő utcai járda elkészült szintén sajátáris beruházásban a kettős keresztől, ugye a kifli házakig bemenő tömbig. Szerettük volna még az óvoda melletti járdaszakaszt is megújítani, csak ugye kiderült, hogy alatta futnak a távfőnek a fűtései, és azért úgy nem szeretnénk nekiállni, hogy ne tudnánk, hogy ezek a csövek ott milyen állapotban vannak, úgyhogy ezt egy kicsikét halasztottuk. Ha már a járdaépítést mondtam, akkor nagyon szépen futottak a szintén a saját erős beruházásaink, ugye a Veszkényi úti, a fürdő előtti szakasz az kompletten elkészült, befejeződött a tavalyi évben elkezdődött Gazdabolt előtti szakasznak, ugye temetővel szembeni szakasznak a befejezése, illetve most az ősszel még egy kis szakasz maradt, ez a Váti melletti szembe, ahol a közfoglalkoztatóknak a központja van, a volt mozi épület melletti szakasz az, ami mindenképpen befejeződött. Ha már azon a szakaszon tartunk, akkor ugye a Vörösmarty utca 2-es szakasz, ha útépítésekről beszélünk. Új hírként szeretném mondani, hogy 90%-os készültségben van a keleti sor második üteme, ugye, mert az első már az évekkel ezelőtt elkészült, és a sokat emlegetett öntésen a Béke úti útszakasznak, amely ugye egy nagyon-nagyon leromlott állapotú aszfaltos út volt, annak a felújítása. Pályázati forrást nyertünk a városi tornacsarnok felújítására, belügyminisztériumi pályázaton, ez mindegy 20 millió forint, ezt a tavasszal kezdjük meg. Maga a beruházás nem 20 millió forint lesz, ugye itt lesz egy 6 millió forintos rész, tehát olyan 26 millió forintnyi összeg. És ugye hát a évvége legnagyobb beruházása, amely befejezés előtt áll, ez a városközponti projekt tovább folytatása, ugye a kerékpáros utak összekötése a belvárosban. Itt hadd mondjam, hogy nagyon jó ütemben halad a munka, befejezés előtt állunk, és ennek a folytatását is mindenképpen természetesen szeretnénk a továbbiakban is vinni, hiszen így ugye a kapuváriak, tudják, a spligli saroktól ugye a Kisrába háromházig, mind a két oldalon kompletten megújulnak a járda, illetve a kerékpáros útszakaszok. Elkészül a új átkötő kerékpáros hídunk, de ugye itt még mindenképpen a következő évben szeretnénk folytatni a Deák Ferenc utcáig a Kisrába áruházzal szembeni szakaszt. Itt mindenképpen önerős, itt számítunk az ott lévő vállalkozásoknak a segítésére. Kaptunk is egy ilyen információt, hogy szívesen beszállnának ennek a projektnek a folytatásába. Tehát tennivaló itt is lesz még bőven. Ugye ha összegekről beszéltünk, akkor ez mindegy 194 millió forintos beruházás. A idei év gyakorlatilag legnagyobb beruházása a városban. Az összegeket is nézzük, itt azért sokszor 100 millió forintról van szó. Ugye a Kapuvár az elmúlt időszakban mindig is hát kiemelkedett abban, hogy elég komoly összegeket tudott nyerni és fordítani a város fejlesztésére, és talán ugye egy-két szóban arról is, hogy hát jön a betlehemi időszak, tehát az adventi időszak pontosabban, és arra ezek a beruházások nagyjából ugye készek is lesznek, tehát egyfajta ajándékként is át lehet nyújtani a város lakóknak. Így van. Ugye, ha jól tudom, akkor ez a mai riport, ez csütörtökön, az 26-a lesz adásban. Ugye akkor már két napra leszünk, igen, az adventi fények ismételt meggyújtásától, ami 28-án, 7 órakor, 19 órakor, ugye a 6 órás szentmise után lesz szokásosan a város karácsonyfájánál, szokásosan a Junior Mozgástúdiónak a közreműködésével. Ugye a adventi gyertyagyújtás az a templomban kezdődik 18 órás szentmisének a keretében. És hadd mondjam, hogy nem csak itt a felújításokat szeretnénk ugye ajándékként átadni a kapuváriaknak, hanem egy kicsit más meglepetésekkel is készültünk. Egyrészt azt, hogy a város betleheme az teljes egészében megújul. Aki az elmúlt időszakban nézte, az látta már, hogy ugye maga a betlehem ház, a faház az eléggé elhasználódott. Hadd mondjam örömmel, hogy készen van teljes egészében egy vadonatúj faház, ami nem 28-án, hanem hétfőn, a rákövetkező hétfőn kerül kitételre, hiszen ugye 28-án a színpad fogja foglalni a,
a helyet, és ugye egy kicsit később tesszük ki. De hadd mondjam, hogy szeretnénk ajándékképpen az idei évben, hogy egy kicsit ugye nekem régóta szívügyem az, hogy az alközpontokat is fejlesztjük valamilyen módon, hiszen ide tartoznak a városhoz, és azért az alközpontok egy-egy kisebb közösséget a városhoz szervesen hozzátartozó, de azért kisebb közösségeket is alkotnak. Ezért mind a Hászhelyi alközpontban, mind pedig a Gartai alközpontban az idei évtől egy-egy kisebb Betlehem kerül kihelyezésre. A Hászhelyi alközpont Betlehemje az a orvosi rendelő mellett lesz, ott van egy kanácsonyfa, amit szépen tudunk díszíteni, és amellé fog kikerülni. Ennek a felszentelése az szintén 28-án 17 órakor lesz egy kis ünnepi keretek között. Tamás atya fogja felszentelni a Hászhelyi rész Betlehemjét. A Gartai rész Betlehemje pedig, mivel ugye a 28-a elég sűrű programmal ellátott, és nem azért, mert a Garta nem fontos ugye a városnak, hanem azért, mert szintén szeretnénk egy kis ünnepi keretet adni ennek a dolognak, és mivel 5-e ugye a rákövetkezendő szombat, ott úgyis egy kis ünnepi szentmise lesz, ezért a ünnepi szentmise után, tehát 5-én fogja Varga György plébános úr felszentelni a gartai Betlehemet. A kihelyezés meg fog történni, csak az, ugye most szombaton, de a ünnepélyes felszentelése az 5-én lesz. Én azt gondolom, így egy valóban szép ünnepi keretet tudunk az adventi kezdésnek, a lelki felkészülésnek adni a teljes város területén. Ugye ehhez kapcsolódóan az egész hónapban programok várják majd a kapuváriakat, hiszen megszokott a városban, hogy a hétvégek azok az adventi időszaknak különleges és érdekes programjai, amik szórakoztathatják a városban élőket. Így van, nagyon sok rendezvény lesz, civil szervezetek részéről is, klubok részéről is. Ezek ugye általában évzáró, egyedi záró rendezvények, amire külön szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ugye a Haydn vegyeskar rendezésében, szervezésében ismételten megrendezésre kerül a hagyományos nagy karácsonyi koncert. Ez ugye 19-én lesz szombaton, 18 órakor a Rábaközi Művelődési Központban, ahol természetesen most hivatatlan provokátorként hadd mondjam, de a Haydn vegyeskar nevében is szeretettel és tisztelettel várunk mindenkit. Köszönöm, polgármester. Köszönöm szépen. A Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara egészségnapot rendezett Kapuváron. Dr. Benedek Zoltán, a Lumnicer Sándor kórház főigazgatója elmondta, az egészségnap jó alkalom arra, hogy az emberek egy alkalommal minden vizsgálaton részt vessenek. Egy ilyen egészségnapon egy olyan dolgot lehet megcsinálni, amit az ember a napi, hétköznapi futása, rohanása mellett nem igazán tud megtenni, egyrészt ideje hiány, másrészt meg nem érzi annak a késztetését, hogy egy ilyen vizsgálatra önállóan külön elmenjen. Ezek az egészségnapok viszont, amelyek külön felhívják a figyelmet arra, hogy az emberi szervezetben nagyon sok olyan dolog van, ami szép lassan el tud romolni, és ezeknek az időben történő észrevételével megelőzhetőek azok a problémák, amelyek már komolyabb gondokhoz vezetnek. Ezt az egészségnapot az iparkamarai testület szervezte Szakács Imre úr vezetésével, amiért én külön hálás vagyok, hogy egy nem az egészségügyel kapcsolatos szervezet is belép egy olyan feladat megoldásába, amire úgy néz ki, hogy az egészségügy önmagában kevés, az egészségügy a következő lépést tudja megtenni az itt kiszűrt betegeknek a vizsgálatán. Az ő szervezésében tudomásom szerint a prostata szűréstől kezdve a vércukormérésen keresztül a vérnyomás mérésig minden meg lesz itt található ezen a mai délutánon. Az egészségnap a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében jött létre. A rendezvényt Szakács Imre nyitotta meg. Köszöntöm Önöket a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége nevében a mai rendezvényünkön. Nyilván sokakban felvetődik a kérdés, hogy hát az iparkamara végül is egy egészségnapi rendezvényt szervez.
kettős szempont van előttünk, két célból. Az egyik, hogy úgy gondoljuk, hogy a vállalkozások akkor lehetnek sikeresek, ha a vállalkozásban dolgozók, maga a vállalkozó, a tulajdonos is egészséges, és ezt a célt szolgálná egy ilyen szűrő jellegű vizsgálatokkal és előadásokkal egybekötött rendezvény. A másik dolog pedig, ugye a vállalkozásoknak kötelező regisztrációja van, illetve a vállalatoknak is, akik gazdasági tevékenységet folytatnak. És úgy gondoljuk, hogy ennek a díjnak, amit a törvény előír, hogy be kell fizetni, ne csak a törvényben előírt szolgáltatásokat kapják, hanem egyúttal egyéb szolgáltatásokban is tudjanak részt venni. Én átadnám a szót alpolgármester úrnak, dr. Hofer Imrének, a köszöntőjének a megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kapuvárváros önkormányzata és Hámori György polgármester úr nevében tisztelettel köszöntöm Szakács Imre urat, a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnökét, egyben a Fertőd-Lába köztérség elnökét, dr. Benedek Zoltán főigazgató főorvos urat. Köszöntöm meghívott előadóinkat, köszöntöm a kiállítókat, köszöntöm megjelent kedves mindnyájukat, és végül, de nem utolsó soronban házigazdánkat, a Nyitott Kapuvár Térségi Szociális Szolgáltató Központ munkatársait. Mindnyájunk számára ismert tény, hogy a népegészségügyi mutatók közül az egészségben eltöltött évek számának egyre nagyobb jelentősége van. A mai rendezvény ehhez a programhoz csatlakozva kínál lehetőséget, ismeret és tapasztalat szerzésre önöknek. Kívánok önöknek élményekben és ismeretekben gazdag, tartalmasan eltöltött év után. Köszönöm. Dr. Benedek Zoltán az egészségnapon felhívta a figyelmet a szűrések fontosságára. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal jelen vagyunk. Voltam még már Szakács úrral korábbi hasonló szervezésen egy két évvel ezelőtt, ahol azért messze nem volt egy ilyen érdeklődés. És ez azt jelenti, hogy szép lassan a mi magyar nemzetünk is egyre inkább előtérbe fogja helyezni a prevenciót és az egészségének azt a fajta megőrzését, ami nem abból áll, hogy azonnal, hogy későn foglalkozunk magunkkal és később fordulunk orvoshoz, hanem megpróbálja előre felderíteni a saját magának a betegségét különböző szűrővizsgálatokon történő részvételével. Volt nekem egy hőnököm, a sebészete még a 87-es évben, amit azt mondom, hogy a itt lévő hölgyek a fiatal koruknál fogva már nem emlékeznek rá, de mi idősebb férfiak azért emlékszünk rá. Az Lovas is főorvos úr mondta egyszer, hogy a sebészet, illetve mi orvosok olyanok vagyunk, mint az úri szabó. Ez egy picit cinikusnak tűnő kifejezés, de hogy gondolkodtam rajta, azért ez a hasonlat, ez egy nagyon érdekes hasonlat, és amikor kérdeztük, és azóta én ezt más helyen is hallottam az országban, tehát hogy az úri szabó az hogyan dolgozik, a jó szabó hogyan dolgozik, és nagyon egyszerű a válasz, hozott anyagból. Hozott anyagból dolgozunk. És az úri szabónál is, amikor a ruhának, amit az ember saját magán visel, van rajta egy pici szakadás, van rajta egy gombleszakadás, van rajta egy cipzár elakadása, akkor ezt percek alatt meg tudja oldani az úri szabó, pertéve, hogyha a ruhát elviszik oda. És akkor mehetünk tovább, amikor ez a szakadás már tovább megy, hosszabban tart el, vagy akár egy olyan festékkopás történik a ruhán, akkor ez már egy lényegesen több munkába kerül a szabónak, hogy mindezt rendbe hozza, és akkor nem beszéltünk az olyan problémákról, amit az ember saját maga észtesen vesz, hiszen a ruha hátulján van, vagy a ruha belső bélésében van, amit csak akkor veszünk észre, hogyha ezt vagy mi, vagy a családtagok, ugye nálunk otthon a feleségem, akkor aki mosás előtt átnézi a ruhát, és észreveszi azokat a szakadásokat, ami nekem fel sem tűnik. Na most a hasonlat ebben a szempontból is az épül az egészségügyben, mert mint önök is tudják, és akik nincsenek itt, azok még ezek szerint nem igazán tudják, hogy iszonyú mennyiségű betegség van olyan, ami nem úgy kezdődik, hogy rögtön szemre valóan, rögtön láthatóan, és rögtön megijeszti az embert, hogy most ezzel orvoshoz, vagy az egészségügyi szolgáltatáshoz kell fordulni. És
Csak röviden, tehát például a magas vérnyomás, a cukorbetegség, bűnök itt egészségügyisek pontosan tudják, hogy az, ami hosszú-hosszú ideig teljesen látensen, teljesen észrevétlenül dolgozik az ember szervezetében. És ezek iszonyalattomos betegségek, és hogyha már akkor kerülünk be egy egészségügyi szolgáltatóhoz, amikor ez a magas vérnyomás már elindította azt a fajta érelmeztesedést, ami ugye itt a kórház szempontjából látványos az érszükületet, akkor nagyon nehéz segíteni. Ha egy cukorbetegségnél, akkor megyünk az egészségügyi szolgáltatóhoz, amikor már azt veszük észre, hogy nem érezzük a lábunkkal annyira a talajt, ha a cipőbe bekerül egy kavics, azt nem érezzük meg, és már egy sebbel kerülünk be, az már nagyon lassan gyógyul, nagyon hosszú a gyógyulási időszak, míg hogyha egy-egy ilyen szűrővizsgálaton részt tudunk venni, és ezek azok a apró problémák, amik még nem feltűnőek, nem okoznak nekünk semmilyen problémát, de egy-egy szűrővizsgálattal ugyanígy kiderül. Mondom ugyanezt a férfia prosztata betegségeire, a nőknek a nőgyógyászati betegségeire, ami hosszú-hosszú ideig mind ott maradhat a felszín alatt elbújva, de egy akár apró szűrővizsgálat, nem megterhelő vizsgálat ezt gyönyörűen ki tudja deríteni. Intézményünkben is 2 éve megy már a prevenciós program az egészségfejlesztési iroda szervezésében, és nagyon-nagyon örülünk, hogy egy iparkamara, akinek valóban látszólag a régi-régi felfogások szerint sok köze nincsen az egészségügyhöz, és én örömmel látom, hogy most már ezek a szervezetek is észreveszik azt, hogy részt kell vállalniuk abban a munkában, ami ahhoz vezet, hogy nekünk, civil embereknek, de akár még egészségügyben dolgozó embereknek is az egészségük az hosszú távon megmaradjon, és ha most kicsit répással egy kicsi önzőség is van benne, mert hosszú távon megmaradunk, akkor hosszú távon használjuk az iparnak a termékeit, ami meg külön haszonnal jár, de természetesen ez csak tréfa volt, hiszen az elsődleges cél az mindenképpen az, hogy mi minél magasabb portérjünk el, és itt Magyarországon az egyéb más minden mellett, mint a stresszes életmód, a felgyorsult életmód, stb. Mellett is meg tudjuk őrizni az egészségünket. És én még egy dologra szeretnék itt rátérni, csak egy mondat erejéig, hogy az a mai életmód, említettem a nehézségekkel és a felgyorsult élettempóval járó problémákat, ami mind-mind a betegségeket is föl tudják gyorsítani, és ugyanakkor, amellett, hogy azt mondjuk felgyorsult az élettempó, érdekes módon a másik oldalt azt a teljesen korábban természetes, nem a korábban, itt most az ősidőkről beszélek, azt a természetes mozgást, amit az ember nap mint nap megcsinál, az kiesett. Tehát most bejutottunk a számítógéphez, odajutottunk a tévéhez, és a média is akaratán kívül, vagy akaratlagosan, de inkább akaratán kívül mindent megtesz azért, hogy az adrenalin szintünket olyan szinten tartsa, ami a különböző betegségek előidézésében szerepet játszhat. Ezt tudjuk megelőzni azzal, hogyha a mozgást és a testkultúrákat is úgy fejlesztjük, hiszen az a lélek, amire mi büszkék vagyunk, és amivel kommunikálunk egymással, kommunikálunk saját magunkkal, az igazából jól csak egy egészséges és karbantartott testben érzi magát. Úgyhogy én kívánom azt önöknek, meg magamnak is, hiszen én is részt fogok venni, remélem részt tudok venni egy-két ilyen szűrővizsgálatom, hogy utána legyen mindenkinek egy megnyugvás, hogy még tovább folytathatom az életemet, mert nincs olyan nagy problémám. Akinél meg kisebb problémát találnak, annak legyen egy megnyugvás, hogy ezen problémám még időben elkaptam, és tudok rajta segíteni. És én is csatlakozva a polgármester úrtól mindenkinek élményekkel teli egy mai szép délután kívánok. Köszönöm szépen! Török Lászlóné családjával jött az egészségnapra, és minden vizsgálaton részt vett. Miért tartja ön fontosnak egy ilyen egészségnapon való részvétel? Hát elsősorban azért, hogy az egészségünket meg tudjuk őrizni, a bajokat meg tudjuk előzni. Egy kicsit szomorúan látom, hogy inkább az én korosztályomat érdekli, bár inkább minket érint a betegség, de sokkal több fiatal is lehetne jelen, mert 30 fölött már nem lenne olyan rossz, hogyha egy-két dologgal szembesülnének, és
megnézhetnék, hogy milyen gondjaik lehetnek, bár ne legyenek, de akkor az a megnyugtató, ha kiderül, hogy nincs semmi baj. Milyen szűrésekkel fognak részt venni? Mindegyiket szeretnénk igénybe venni, férjemmel együtt jöttünk, nyilván őt az, ami a férfiakat is érinti, én meg hát vércukort, mindent, teljes generált szeretnénk, mindenről tudni szeretnénk, és az előadásokra is el fogunk menni, vagy meg fogjuk hallgatni. A Fidesz megkezdte a kötelező betelepítési kvóta elleni aláírásgyűjtést Kapuváron. Az aktivisták nem csak a bevásárló központok előtt, hanem a kapuvári otthonokba is bekopogtatva gyűjtik az aláírásokat. Köszöntöm a nézőket. Szeretném megköszönni először is a lehetőséget a Lábakezi Televíziónak, hogy erről az aláírásgyűjtésről néhány szóban beszélhetek. Igen, megkezdtük a gyűjtést. Igazából három hete, most már lassan három hete folyik ez a gyűjtés. Ez a Védjük meg az országot című aláírásgyűjtés. Első körben én szeretnék egy félreértést tisztázni, mert sokan, ezt tapasztalataimból látom, ahogy én is házról házra járok, vagy a különböző standoló gyűjtéseknél az emberekkel beszélgetek, sokan félreértik ezt az aláírásgyűjtést. Ez nem a menekültek ellen szól, itt gyakorlatilag arról van szó, hogy ezeket a betelepítési kvótákat, amiket az Európai Unió akar az uniós tagállamokra is, így Magyarországra is szabni, ezt nem szeretnénk mi elfogadni, mi azt szeretnénk, hogy Magyarország dönthessen arról, hogy milyen formában és mennyi menekültet szeretne befogadni. Tehát nem arról van szó, hogy mi a menekülteket nem szeretnénk ellátni vagy segíteni. Természetesen, aki Magyarországra érkezik menekült, az minden esetben megkapja azt az ellátást, ami jár neki, hogy a emberileg fent tudjon maradni, tehát megőrizze egyrészt az emberségét, másrészt meg tudjon élni és életbe tudjon maradni. Ebben mindenképpen segítünk. Úgy gondolom a civil szervezetek is, a magyar kormány is. Itt arról van tényleg szó, hogy véglegesen, hosszú távra annyit és azokat fogadhassunk be, akiket mi akarunk. És akkor mit döntöttek? Tehát milyen módszer szerint lehet gyűjteni Kapuváron? Milyen helyszíneket választottak ki? Nem csak Kapuváron, gyakorlatilag az egész Rábaközi és Sokorójai választókörzetben hasonló módszerrel gyűjtünk. Ugye aktivistáink segítségével folytatjuk azt, amit a kampányokban is szoktunk folytatni. Tehát házról házra, utcáról utcára megyünk, becsengetünk és mindenkit megkérünk, megadjuk a lehetőséget, hogy támogassa ezt a kezdeményezést. Másrészt standolást is folytatunk Kapuváron és Csornán, tehát a két nagyobb településen. Bővebben a Kapuváriról tudok nyilatkozni. Kapuváron minden csütörtökön a piactéren vagyunk kint. A délelőtti órákban 8-tól fél 11-ig várjuk az aláírókat. Ezen kívül szombatonként valamelyik kapuvári áruház előtt ott várjuk az érdeklődőket. Ez egész decemberben fog menni ez a gyűjtés. Karácsony előtti közvetlen időszakot már azért szeretnénk az ünnepnek szentelni, tehát akkor egy kis szünetet tartunk, és meglátjuk, hogy esetleg januárban kell-e folytatnunk. Megfelelő számú aláírás összegyűlik-e addig. Mi lesz a sorsa az aláírásoknak? Az aláírásoknak igazából ezt arra gyűjtjük, hogy miniszterelnök úr, amikor lesz december közepén egy EU csúcs a miniszterelnökök között, ott ezt meg tudja mutatni, hogy Magyarországon már több millió aláírás összegyűlt. Ugye a legutóbbi hírek szerint már közel 1 milliónál tartunk országos szinten. Ezt azért még jó lenne még 1 milliót hozzátornászni addig, hogy azért az Európai Uniós tagállamok és azok vezetői érezzék, hogy Magyarországon az emberek egyetértenek a kormánynak ezzel a szándékával, hogy nem szeretnénk a kvóták szerint befogadni menekülteket. A Fidesz irodákban megtehetik ezt? Vagy az imént említett helyszínekre érdemes ellátogatni, illetve hát, ha érkezik az aktivista a házhoz, akkor ott aláírni? Mindenképpen első körben az aktivistánál érdemes, aki a házhoz érkezik. A Fidesz irodában, Kapuváron ügyeletet tartunk kedden és csütörtökön. Tehát ezen a két napon van lehetőség, ugye a csütörtök egybeesik a piaci gyűjtéssel is, tehát ott mindenképpen megtalálnak minket. A másik napok edd, amikor ügyeletet tartunk, és van lehetőség ezt aláírni. Köszönöm. Köszönöm szépen.
Csiszár Attila a kapuvári szobáról tartott előadást a Rábóközi Muzeális Kiállító helyen. A néprajzkutatót telefonon értük el. 1885-ben az országos kiállításon Budapesten 15 parasztszobát rendeztek be. Aztán később Szegeden, Móra Ferenc Múzeumban egy Szeged alsóvárosi szobát rendeztek be, amelynek a közönség körében igen nagy sikere volt. Viszonylag korán, 1901-ben követte a példát a Soproni Múzeum. Akkor sikerült megrendezni a múzeumnak az első önálló időszaki kiállítását, ez az akkori Újvárosházán jött létre. Bünker János, vagyis a eredeti nevén Johann Reinhard Bünker volt az, aki a múzeum addig inkább régészeti és iparművészeti gyűjteményét kiegészítette az úgynevezett néprajzi tárral, és a kiállítás rendezése során megtervezett három parasztszobát, és 1901-ben, amikor a kiállítás megnyitotta a kapuit, akkor a három parasztszoba közül az egyik a szarskői horvát parasztszoba volt, a másik az alkfalvi német, a harmadik pedig a kapuvári magyar szoba. Ez a szoba volt aztán látható 1981-ig, tehát 8 évtizedig a Soproni Múzeum kiállításán. Mi volt az érdekessége a kapuvári szobának a többi szobához képest? A kapuvári szobában akkor látjuk először fényképeken, hogy egy népviseletes bábú is állt. Ennek megvan a története. A múzeum vezetőjében maga Bünker is leírja, hogy hogyan került ide az interjúrbe ez a bábú, illetve a két háború között egy szép irodalmi heti lapban is jelent meg róla cikk. Innen még több ismeretet tudunk szerezni ezzel kapcsolatban. Története az a bábunak, hogy mikor a szoba anyagát, bútorait kapuváron vásárolták, gyűjtötték, akkor Kis Mihály Andrásnőtől, lánykori nevén Varga Dudás Annától megvásárolták azt a ruhát, amelyben a fiatal menyecske 1896-ban a millenniumi kiállítást látogatta Budapesten. És a feljegyzések szerint a menyecske ebben a ruhában olyan általános feltűnést keltett, hogy a szinten ott tartózkodó, idézem, Erzsébet királyasszony a menyecskét megszólításával tüntette ki. Varga Dudás Annáról fénykép is készült ebből az alkalomból, amely szintén megtalálható volt a kapuvári szoba berendezésében, az asztalon állt ez a fotó. Viszont az utóélete az ennek a történetnek vagy eseménynek, hogy később a Soproni Múzeum ezt a ruhát megvásárolta tőle. Az akkor 18 éves fiatalasszonyt viaszból megmintáztatta, és a megvásárolt ruhát a múzeum kiállításán, tehát a kapuvári szobában erre a viaszbábúra adták. Ez a bábú volt látható még a 1940-es években is a szobában. Sajnos a ruhadarabok a második világháború eseményeinek estek áldozatul. És mi lett a viaszbábúval? Nem tudjuk a sorsát. Hát mivel, hogy hát az romlandó anyagból készült, valószínűleg tartom, hogy elpusztult. Ugye a kapuvári szobáról van szó, 1981-ig volt látható. Mi lett azután a szobával? Miért nem telepítették kapuvára, miért nem látható itt a múzeumban? A szoba megszüntetésnek az az előzménye, hogy 1970-es években Sopronban a múzeumban új állandó kiállítás készült. Ennek vezérfonala a kézművesség népművészet volt, és ebben nem illett vele a három paraszti interjőr. Egy darabig még a szoba megvolt, és aki tüzetesebben érdeklődött utána, annak megmutatták. Viszont sajnos később a maga az épület is életveszélyessé vált, és ez a kézművesség népművészet kiállítás is lebontásra került. Hát jelenleg most a szobához tartozó bútorok, berendezési tárgyak raktáron vannak. Hogy minden került át telepítésre kapuvárra? Hát 1900,
58-ban kezdődött Kapuváron a módszeres néprajzi gyűjtés, később aztán ebből nőtt ki a Rábaközi Múzeum. A múzeumnak volt Kapuváron paraszt szobája kezdettől fogva, az első állandó kiállításnak is része volt egy paraszti interjőr, ami most nagyjából három éve megújult. A kiállításnak az újjárendezése során ezt a szobát átrendeztük, lényegesen hitelesebb lett a berendezése, mint a elődjének. Nem volt igazából szükség arra, hogy a Soproni Múzeum tárgyakat kölcsönözzön a kapuvári interjőrhöz, mivel a kapuvári gyűjteményben is voltak szép számmal tárgyak, amelyek segítségével sikerült ezt a szobát berendezni. Ugyan néhány tárgy került igazsághoz tartozik Sopronból, a Soproni Múzeumból, és ezek azonban kiegészítő tárgyak voltak csak. És mikor látható a Rábaközi Múzeum, illetve mikor kereshetik fel azok, akik érdeklődnek az ott található tárgyak iránt? Kapuvári állandó kiállítás, tehát a Rábaközi Múzeális kiállítóhelynek a kiállítása az hetente szerdától szombatig látogatható, 9-től 14 óráig. Igazából az volt az elv, hogy a Soproni Múzeumnak az új kiállításán, amit hát most tervezünk majd, tehát hogyha elkészül valamikor az épületnek a rekonstrukciója és új állandó kiállítást tudunk benne rendezni, hát akkor ne ismételjük esetleg azokat a kiállításokat, amelyek azóta a megyében létrejöttek, tehát ne rendezzünk be új kapuvári szobát, amiatt már a látogató kapuváron amúgy is láthat. Horváth szoba azóta létesült például Kópházán, a Kópházai Nemzetiségi Tájházban, tehát horváth szobát se fogunk az új kiállításba berendezni, tehát igyekszünk kerülni ezeket az ismétléseket. Köszönjük a beszélgetést! Köszönöm szépen! 25 éve polgármester Fodor József Ósliban. Mai műsorunkban az elmúlt 2,5 évtized tapasztalatairól kérdezzük a település vezetőjét. Polgármester úr, éppen egy évfordulóhoz érkeztünk, és ezt nem is olyan rég meg is ünnepelték országos szinten is, hiszen azokat a polgármestereket vagy tisztségviselőket, akik 25 évet eltöltöttek az önkormányzatokban, a képviselőtestületekben, hát megünnepelték. Úgy tudom, ez Gödöllőn volt. Gödöllőn. Az elmúlt 25 évet nehéz lenne percek alatt összefoglalni, hiszen nagyon sok minden történt. A legfontosabb talán az, hogy amit elgondolt 25 évvel ezelőtt, és ahogy elindult, az hogyan valósult meg, mi az, amire a legbüszkébb ebből a 2,5 évtizedből. Hát köszönöm szépen a megkeresést. Először is nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm a Rábaközi TV-nek a nézőit. Hát igen, tulajdonképpen eltelt egy 25 esztendő. Ezt a 25 esztendőt sokféleképpen lehet értékelni itt helybe a közösség, a falu, akinek én a polgármestere vagyok, és tulajdonképpen azért elismeréseket is kaptunk. Én kaptam úgy menet közben is párat, és most úgy a TÖOSZ, mint a MÖSZ megkeresett bennünket, a TÖOSZ is Budapesten a belügyminisztériumnak a színház termébe tartott egy kis előadást, ott kaptunk egy emléklapot a MÖSZ, meg Gödöllőn, és ott is köszöntöttek bennünket, és jól esett a 25 év után. Igazán, ha azt mondom, hogy én nagyon nehezen álltam be a sorba, hogy polgármesteri címért harcoljak, hisz úgy kerestek meg többen a faluba. Amikor megkerestek, akkor én ezt aztán tisztelettel mégis bevállaltam, és igyekeztem ezt így végig tevékenykedni. Én azt gondolom, hogy egy polgármesternek az a fontos, hogy szolgálja a falut. Én úgy éreztem, én a falu szolgálja voltam ebbe a 25 évbe, az is akarok maradni az emberekkel, igyekeztem a nagyon jó kapcsolatot megtartani. Úgy a civil szervezetekkel, egyházzal mindig nagyon jó volt a kapcsolatunk, és ködösen próbáltunk mindig, illetve kiszűrni jó testületi tagjaimmal azokat a tevékenységet, amit úgy éreztük, hogy a faluba szükséges.
Hát büszke vagyok arra, hogy amikor én polgármester lettem, még nagyon sok földes, sáros útja volt a falunak, és akkor megkezdtük az infrastruktúrákat, beruházásokat, először is a szennyvízzel, ami nagyon nagy volumenű dolognak nevezem én, és szerencsések is voltunk, mert azonnal indultunk, és én láttam, hogy ugye mire van itt szükség, hisz mondhatom azt, hogy az elődeim is mindig azon voltak, hogy fejlődjön a falu, tehát vezetékes ivóvíz már volt, aránylag jó állapotban lévő járdáink voltak, és akkor mi megkezdtük azt, hogy aszfaltos utak. Mondhatom azt, hogy itt, ahol most vagyunk ebben a szép teremben, a kultúrterem, ezt egy több funkciós épületté alakítottuk. Van itt egy szép kis tornacsarnok is benne, ami úgy gondolom, hogy sokat tettünk azért, hogy itt a fiatalok helybe legyen sportolásra lehetőségük, amit főleg az őszi, téli időkben nagyon is igénybe vesznek, és ezt egy ilyen több funkciós, több célra használjuk. Itt mögötte kialakítottunk egy gyönyörű közösségi teret, ami szintén egy-egy kemence is van itt, rendelkezésre áll a falunak, leportalanítottunk, minden utcánk le van portalanítva, úgyhogy elég időben megtörténtek ezek a dolgok, tehát most ez szinte sokkal nehezebb. Tulajdonképpen, mivel nekünk olyan helyi bevételeink azért nagyon nincsenek, iparüzési adó lehetőségünk nincsen, így a lehetőségeket próbáltuk kihasználni, a pályázatokat. Úgy a civil szervezetekkel, képviselőtestület, és mondhatom azt, hogy talán a falu is jól fölzárkózott a mi támogatásunkra, így is érezhető az, hogy szinte most már több választáson keresztül, több cikluson keresztül újra csak itt állhatok, hisz mondom, az első nehéz indulás után meg már úgy éreztem, hogy nekem indulni kell, nekem menni kell, és így vagyok még mindig itt a pályán. A ivóvizet korszerűsítettük, tulajdonképpen ugye volt nekünk itt helyben furtkutunk, rákapcsolódtunk a kapuvári vízrendszerre, akkor mi a közösségi tér révén a templom környékét, a falu központját, a temetőt, tehát mondhatnám azt, hogy ebben a 25 évben nincs olyan intézményi épületünk, akár az orvosi rendelő, konyha, óvodát, iskolát sorolhatnám, amik tulajdonképpen nem kerültek egyszer legalább felújításra, úgyhogy lassan-lassan majd mindre ráfér. Sport részéről, önkéntes tűzoltóság, ami most már tényleg kevés faluban van, az is működik nálunk, és mindegyik a civil szervezetek valamennyire be vannak vonva a közösségbe, és én úgy gondolom, hogy nagy segítségemre volt a falu abba, hogy rendezett, meg aztán szép településé váltunk, hisz odaállt a közösség, odaállt a lakosság, mert így is a lakosságnak az összefogása, a testület, és természetesen a hivatali dolgozók, akik mindig nagy szorgalommal álltok mellém, és a pénzügyeseink mindig fogták a pénzt, igyekeztünk, hogy legalább egy kis pályázati önrészekre legyünk. Így aztán szinte mindent pályázatból tudtunk megoldani, amit nekünk úgy sikerült megoldani. Most jelenleg hányan élnek Ósliban? Hát a 870 és a 900 között van mozgás. Ugye azért Oslinak, hogy határszéli település, a valamikori hátrányai, most mondhatnám azt, hogy előny. Tehát itt van közel Ausztria. Itt van közel Ausztriának a közelsége, azért hála Isten, munkanélküliség nálunk nincsen. Nagyon sokan tudnak kimenni dolgozni. Én tudom, hogy nem ez a jó dolog, nem ez a cél, hogy valahol külföldön keressük meg a pénzt, az lenne jó, ha itthon tudnánk megkeresni, de viszont azok a lehetőségek, amik adottak, azokat ki kell használni. És ez úgy is ki van használva, hogy meglátszik a településen. Mert azért természetesen igények is mások, meg a lehetőségeik, az anyagi lehetőségeiknek, azoknak, akik kim vannak, és nagyon dob a falunak a
a szemléletén is. Ugye ebben a ciklusban annyiban változott, hogy 5 évig lehet ön a település vezetője, ebből eltelt 1 év, van még hátra 4, vállal-e következő ciklust, hiszen 25 év után gondolom, ilyenkor átgondolja az ember a lehetőségeit. Hát igazán minden választás előtt azt szoktam mondani, hogy majd, amikor teljesen ott vagyunk a határon, akkor döntök abba, hogy most indulok-e tovább. Én most úgy érzem, ha ez a 4 év letellik, akkor én nekem ezzel befejeződik, tehát befejezem, mert azért most már korba is ott vagyok, és örülök annak, hogy van így közösen most már 7 szép unokánk, abból egy ugye itt van velem éppen, ha engem kísérget, a Patrik, és örülök a 7 unokának, velük is szeretnék egy kicsit többet foglalkozni, meg több időt tölteni. De tulajdonképpen a falu dolgaitól úgy elszakadni azért nem szeretnék, hisz sokat tett itt az ember azért, hogy ez a falu így szépüljön, és ugye leginkább a településen a változásokat azok az emberek veszik észre, akik ugye ritkábban vannak itt, hazalátogatnak 1 év, fél év elteltével, vagy éppen több idő, akár évek elteltével is, ők veszik leginkább észre, hogy igenis fejlődött a falu. Aki minden nap itt van, aznak egy kicsit ugye olyan mindennaposabbak ezek a dolgok, hisz arra is büszke vagyok, hogy annak idején, ha nehezen ment is, de sikerült telkeket kialakítani a Hanyi utcába, ahol egy szép új utca alakult ki, ott még vannak lehetőségeink, és azért pár telket mindig szeretnénk, hogy biztosítsunk, ha valaki le akar ide telepenni. Örülök annak, hogy most már azért van egy kis megtartó ereje a falunak, és sok osli fiatal is itthon maradt, itthon építkezett, vagy éppen vettek házakat. Az utóbbi időben is elég sok lakóház elkelt itt a faluba. Aztán igazán ez a 900 körüli létszám, ez most már úgy régebben tartsa magát. Még annyit azért nekünk fontos az iskola, az óvoda. Nagyon fontos. Örülök, hogy nagyon szép az alsó tagozatos iskolánk, rendezett, a gyerek létszám kevés. Kevés. Viszont azért voltak nehézségeink, mert ugye környező településeken már a 70-es években elment a felső tagozat. Mi meg akartuk tartani sokáig, és hosszú éveken keresztül nagyon sok pénzt fektettünk az iskolába, hogy a 8 osztály itt maradhasson. És végül ugye mégse tudtuk megoldani, mert sajnos gyerek nélkül nincsen iskola, és elfogyott a gyerek létszám. Annak is örülök, hogy az egyházról nagyon jó a kapcsolatunk a szomszéd településekkel. Kapuvár itt van ugye városa környezetünkben. Mindig mindegyik polgármesterrel nagyon jó kapcsolatot ápoltunk. Veszkénnyel, Szárfölddel, azon kívül alakítottunk ki szinte testvérközségi kapcsolatokat. Itt a szomszédos Andauval, Ausztriába, akikkel nagyon jó a kapcsolatunk. És egy íróköltő, akinek osli gyökerei feleség után vannak, szülők után vannak, Nehéz Ferenc, ő meg Dunamocs, Szlovákia, ugye a Dunaparton süttővel szembe van az a dunamocsi település, velük is egy nagyon jó kapcsolatot ápolunk most már nagyon régóta. És büszke vagyok arra, hogy a nyugdíjasaink újra a hagyományőrzésbe a régi osli csuhé, papucs, szatyorfonás kézi munkába, amikor összejöttek beszélgetni, meg csuhézni, akkor alakítottak egy dalkört. Menet közben dalogattak, és akkor azt mondják, alakítsunk egy dalkört, így aztán megalakult az osli vadgesztenye, hagyományőrző dalkör, aminek ilyen 15-20 tagja van, és már nagyon sok helyen felléptünk, és egyre kedveltebbek, egyre jobb kis műsorokat tudnak előadni. Szint minden falunapon, minden községi rendezvényen van
kivel fellépni, úgy, ahogy nem maradhatnak el a gyerekek, az iskolások, az óvodások, ezért nagy szükség van arra, meg hát természetesen a gyökereket itt szerezti meg a gyerek, annak nincs mása, mert akkor van kötődés a településhez. És ezekre mi odafigyelünk, igyekszünk. Köszönöm, polgármester úr! Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!